szeret nyár, csupa napsugár és álom. Erdők rejtekén. Sziasztok! Itt vagyunk a GameStar szerkesztőségében, ahol az elmúlt hetekben egyre kevésbé lehetett elférni. Ez nem csak annak köszönhető, hogy a labdadás közelettével ugye mindenki megpróbált benn dolgozni és az utolsó sorokat még beírni, hanem annak is, hogy közeledik a GameStar tábor, és ahogy itt láthatjátok, körülöttem rengeteg-rengeteg ajándék már itt van nálunk, és nem is tudtunk sajnos mindent kipakolni, mert hogy lesznek még hatalmas cuccaink, amik egyszerűen nem fértek föl az asztalra. Úgyhogy ezekről majd csak mesélünk, illetve majd képen láthatjátok őket. De ezeket a cuccokat most nem én fogom hazavinni, mint az E3 után. Szép volt, nagyon szép. Ugye lesznek különböző versenyeink, ahol meg lehet majd ezeket nyerni. Na, de nézzük is, hogy mi minden van. Szerintem kezdjük mondjuk innen balról előlem. Ez itt egy elég menő FSP ház, ebből rögtön 3-at is el fogunk magunkkal vinni a táborba. Egyébként nem csak ez lesz az FSP-től nálunk, hanem a másik oldalon majd látjátok, kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb tápok is vannak, úgyhogy ha valaki nyer egy házat, akkor lehet, hogy rögtön nyer bele egy tápot is. Emellett vannak itt brutális Noctua hűtőink. Például az alsót, ezt meg sem próbálom megemelni, ez egy ilyen másfél kilós monstrum, úgyhogy szerintem ez már akkora, hogy ebbe a házba bele se fér, de majd biztos a gazdája örülni fog neki. Itt vannak még ilyen kisebb egerek, meg billentyűzetek, ilyen géniusz cuccok, és hogyha átjövünk erre a másik oldalra, akkor pedig ráerősítünk a gamer vonalra. Itt van egy kisebb, meg egy nagyobb cougar billentyűzet, ez az alsó, ez mechanikus, és most, hogy itt nézem a hátán, még egy processzor is van benne. Ne kérdezzétek, hogy miért kell egy billentyűzet processzor, de ebbe van. Ez egy 700K, ha jól látom. Úgyhogy ennek is valaki nagyon fog örülni. Itt rögtön mellette 2 darab headset, az egyik egy Skullcandy player van, vezeték nélküli füles, alatta pedig egy Astro A40, ami ugye Xbox One kontrollerekkel is kompatibilis. Ott még az asztal elején, ha már a hardvereknél járunk, ott még látok egy fülest, illetve ezt a Trust gamepadet, ezt az Early Bird táborozóknak adjuk ugye ajándékba, akik időben, vagy hát korán befizették a tábor díját. Mellette pedig azok a CM Storm Alcor egerek, azokból is le fogunk vinni legalább egy tucatot. Az egyébként egy nagyon jó egér, én is egy olyat használtam közel egy évig. És akkor még egy hardvert látok itt az asztal közepén. Ez egy Radeon RX 470, ha jól veszem ki innen hátulról, egész pontosan. Ez ugye egy MSI cucc. Bárkinek esélye van megnyerni. Nem úgy, mint amit most sajnos nem tudtunk ide kirakni, mert hogy még úton van, egy Gigabyte zsírúj Z270-es alaplapunk is lesz, amit viszont a Cségó verseny győztese fog megkapni, úgyhogy érdemes már most rágyúrni a Cségóra, hogyha jöttök táborba, mert elég erős lesz a mezőny, úgyhogy nem lesz könnyű elvinni azt az alaplapot. Emellett ide elsúranok az asztal mellett, megnézzük még, hogy milyen kisebb, de annál értékesebb cuccok vannak. Lesz ugye rengeteg játékunk, az idei év sikercímei, Tekken, Injustice, Dawn of War 3, Prey, lesz egy csomó ilyen fémdobozunk, meg egyéb kiegészítőnk, például Wildlands-hez, ez egy Skyrim zenei CD, Forerunner, ez poháralátétnek tűnik, Forerunner kulcstartó, matrica szettek, ez egy ilyen mágnes és poster szett, ez egy Mad Max-es ilyen autós telefontartó, van egy ilyen mimikünk. Aztán mit látok még az asztalon? 16 gigás pendrive-ok, USB 3-as sörnyitós, ez talán a legfontosabb ebben, hogy ezek bizony sörnyitós pendrive-ok. Illetve ott van még egy csomó játék, Tekken, Prey. Van egy csomó pólónk, ebben is van Wildlands-es, ez Dawn of War 3-as, Wargaming-es, még egy Wargaming-es, az The Elder Scrolls Online-os, illetve Dishonored-ös, illetve ott fölötte látjátok a Wildlands-es Ghost Recon-os pulcsit, amin ilyen bolíviai, dél-amerikai minta van, az is egyébként elképesztően jól néz ki, ezt talán már láthattátok is korábban. Vannak még Skylanders figuráink, illetve
az egyik személyes kedvencem, ez a Lucky Bricks. Ez egy több mint 950 darabos ilyen Lego készlet. Ebből is fogunk egyébként versenyt szervezni a táborban, hogy ki tudja ezt a leggyorsabban kirakni. Úgyhogy a legózók előnyben, mert hogy ebből valamilyen értékes ajándékért zajló versenyt fogunk csinálni. És közben megpróbálom nem leborítani a sárkányt, de valószínűleg lefogom. Úgyhogy inkább oda is adom ezt Endrének. És van még itt egy MSI-os kis táskánk, amivel átjövök ide az asztal ezen oldalára. És akkor belenézünk ebbe, hogy mi van, mert hogy ebbe is van még egy csomó cucc. Egyrészt van benne egy MSI-os sapka. Másrészt van benne egy MSI-os, hát ez egérpad, vagy hát ilyen playmat gyakorlatilag, mert hogy ez egy ilyen elképesztően széles cucc, amire nem csak az egeretek, hanem így billentyűzettel együtt mindenetek ráfér. Ezt megpróbálom kivenni a kis táskájából. Szóval ez egy ilyen széles cucc, amire így tényleg mindent szépen rá lehet pakolni. Emellett van még ebben a táskában ez egy ilyen sárkány, ez egy szobor. Nagyon durván ráment erre a sárkány, és kiegészítős van arra most az MSI. Van még benne egy füzet, illetve ez egy felfújható kard, mint amit ott is láttok hátul. Ebből egy csomót le fogunk vinni a táborba. Vannak kardok és pajzsok is, úgyhogy biztos, hogy ilyen középkori csatákat fogunk csinálni. Emellett pedig mindenféle kulcstartók vannak még benne, úgyhogy ezt a csomagot majd egyben fogjuk oda ajándékozni valamelyik MSI rajongónak. És akkor ugye mondtam, hogy nem fér ki minden az asztalra. Az egyik a Gigabyte alaplap volt, amit most sajnos nem tudtunk megmutatni. A másik pedig egy gamer szék, mert hát tudjuk, hogy gamer szék nélkül már nem is gamer a gamer. Ezt sajnos nem tudtuk most ide kirakni. Ja, és majdnem elfelejtettem. Endre, nézd csak, ott van egy társas játék az asztal sarkán. Ez egy Dice Forge nevű játék. Egy csomó játékot le fogunk vinni, több mint egy tucat játékunk lesz lent. Mindenféle, az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig. És a Dice Forge-ból is fogunk csinálni egy versenyt, amin egyrészt meg lehet majd nyerni a játékot, másrészt pedig Game Club olyan ajándék utolványt fognak kapni a versenyzőink, és ebből az akcióból ti sem maradtok ki a tábor ideje alatt, tehát július 16 és 23 között a Game Club oldalán a GameStar kóddal, ponkóddal akciósan tudtok vásárolni. Úgyhogy akár jöttök táborba, akár nem, mindenképp csúran cseppen nektek valami. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a táborban. Sziasztok! Minden oly csábító, kell egy kis vakáció, sok-sok boldog óra vár még ránk. Hagyjuk most a gondokat.